Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Ismét jelentkezik a Novum, az Innováció, Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. A mai adásunk igazán színes szagosra sikerült, mutatom is, hogy mire gondolok. Parányi részletek birodalma, lélegzetel állító fotókon a mikrovilág csodái. Dolgozatjavítástól nélkül, a TEDxÜD Budapest színpadán Mérő Bálint. A hálózat csapdájában, bioinformatika felső fokon. Gaussville, a városi közlekedés modern új formája. Látták már Önök az ékszerteknős retináját 400-szoros nagyításban? Esetleg a 7-pettyes katica bogárlábán lévő tapadó szőröket 20-szoros nagyításban? Ha nem, hát most épp jó helyen vannak, hisz ilyen és ehhez hasonló csodák nyomába eredtünk. Közben persze az is kiderült, hogy a fénymikroszkóp nem csupán páratlan szépségű mikrofotók elkészítésére alkalmas. A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet szakemberei az élő sejtekben zajló folyamatok megfigyelésével számos, eddig megválaszolatlan kérdésre kaptak választ. Nagy áttörést jelentene az orvostudomány számára az agyi idegsejtek molekuláris folyamatainak feltárása. Ennek elősegítésére képalkotó eljárással élő sejtekben zajló folyamatokat vizsgálnak nagy felbontású, speciális mikroszkópokkal a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben. A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében 2010-ben hoztuk létre a Nikon Mikroszkóp Központot, ami később Nikon Kiválósági Központtá alakult 2012-ben. Ez a központ elsősorban technológiai segítséget nyújt a kutatóknak, mivel a idegtudományokban nagyon nagy igény van a mélyebb és nagyon apró struktúrák megismerésére, nyilván ezért nagyon nagy jelentősége van a jó minőségű, kifejezetten innovatív műszerek használatára. Minket egyaránt érdekel a beteg és az egészséges agy működése, hiszen a betegségeinek a megértését is csak az egészséges funkció megismerésén keresztül tudjuk meglépni. Az agyműködés megértésében a legnagyobb akadály ennek a szervnek a komplexitása, hogy több ezer típusú idegsejtben több tízezer fajta fehérje összehangolt működését kell megpróbálnunk valahogy megérteni, és ebben jelentenek segítséget az itt megtalálható mikroszkópos rendszerek. Ezek a mikroszkópok gyakorlatilag mikrométeres nagyságrendbe készítenek számunkra, szemünk számára elfogadható képet, alkotnak képet. Kamerákkal ezeket tudjuk detektálni. Vannak olyan mikroszkópok, akik nanométeres nagyságrendbe dolgoznak, felbontások a fényhullám hossza alatti, ezek a szuperrezolúciós mikroszkópok, ezek klasszikusan fluoreszcens technikák vagy áteső fényű technikákat használnak. A hagyományos mikroszkópokhoz képest 10-szeres felbontásra képesek. A mikroszkópok felbontását korábban a látható fényhullám hossza korlátozta, mely 200 nanométer, tehát 1 milliméter négyezred része nagyságrendben mozog. Azonban az idén Nobel-díjjal is jutalmazott szuperrezolúciós mikroszkópiás eljárások segítségével ezt akár egy nagyságrenddel meg tudjuk ezekkel a műszerekkel haladni. Tehát néhány nanométeres felbontásra vagyunk képesek, ami az egyedi fehérjék nagyságrendjébe esik. A műszer használatával számos olyan kérdés megválaszoltá válik, ami korábban technikai hiányosságok miatt rejtve maradt. Elsősorban különböző központi idegrendszeri kutatásoknál használható, egyébként számtalan egyéb területen. Klasszikusan mi vagy egy nagyon új technikáról van szó, ezért nyilván azok a tudományterületek használják, ahol a legnagyobb az igény az innovációra, és ez az idegkutatás, ezért van ebből talán a legtöbb megszületett eredmény is. Technikai alkalmas bármilyen agyfelépítésében résztvevő fehérje vizsgálatára. Kutatócsoportunk elsősorban az epilepszia és a rökletes mentális retardáció molekuláris mechanizmusainak kutatásában érdekelt, és legutóbbi munkánkban az agyi gátló idegsejtek felszínén található kanabinoid receptorok elhelyezkedését vizsgáltuk, és elsőként mutattuk ki ezek átrendeződését THC kezelés hatására. A műszer továbbá lehetőséget ad még számos agyi folyamat, mint a szorongás, a poszttraumás stressz, a skizofrénia vizsgálatára.
A vizsgálat során az agymintákat vékony metszetekre vágjuk, megfestjük, és üvegtárgylemezeken helyezzük el, és ezeket tudjuk a mikroszkópban vizsgálni nagy-nagyítású objektívek segítségével. Szabad szemmel nem látszik a mikroszkóp szuperrezolúciós képessége. Ehhez a mintát egy inverz mikroszkópban speciális nagy energiájú lézerekkel világítjuk meg, és egy nagy érzékenységű elektronsokszorozó kamerával rögzítjük a molekulák felvillanásait. Az így nyert adatból később szoftveres úton tudjuk kiszámítani az egyedi molekulák helyzetét. A fénymikroszkópos eljárást a mikrofotográfia is szívesen alkalmazza. Az idei év Nikon Small World versenyén, amin elindultam, ezzel a konfokális mikroszkóppal készítettem a felvételemet. Ez a mikroszkóp egy kicsit másabb, mint amiről a kollégám előzőleg beszélt. Ez egy lézerkonfokális mikroszkóp. A különbség a két készülék között az, hogy ennek van egy felbontási limite, 200 nanométernél tovább nem tudunk vele detektálni, míg ugye a Storm, vagy a szuperrezolúció erre képes. Alapvetően ezt is lézerrel tudunk detektálni, és ebből akár háromdimenziós képet is képesek vagyunk létrehozni, ugyanúgy, mint a szuperrezolúciónál. A különbség egyöntetően a felbontásban rejlik. Zsófi egy egér embrió szemének fotójával indult a versenyen. Az embrió agyi fejlődését vizsgálta, miközben készítette a képet. Vizsgálataim során észrevettem azt, hogy az embriónak a szeme az egy nagyon érdekes festődési mintázatot mutat, ezért nagyobb felbontású képpel és nagyítással megvizsgáltam az embriónak a szemét, és akkor vettem észre azt, hogy ez egy nagyon esztétikus és vizuálisan gazdag kép, és ezt a fotót küldtem be a pályázatra, amellyel bekerültem a legjobb 100-ba, és végül az 58. helyezést értem el. A technikai fejlesztések a kutatási eredményeket inspirálják. A központi műszerlaborban végzett kísérletek eredményeire támaszkodva valósulnak meg az új fejlesztések. Hát a jövőbeni terveink között szerepel hasonló központok létrehozása az országon belül, tematikus központok létrehozása. Ez a központ elsősorban az idegtudományokra koncentrál, de sok más tudományterületeken is hasznos, hozzáadott értéket tudnak képviselni ezek a műszerek. Mérő Bálint jelenleg az ELTE informatikai karának hallgatója. Általános iskolás kora óta érdekli a programozás és az oktatás. Az elmúlt 4 évben többet magával 3 oktatással kapcsolatos applikációt is fejlesztett, legfrissebb alkalmazásán pedig jelenleg is dolgozik. Így nem véletlen, hogy a TEDxYouth színpadán is arról mesélt, milyen élmények, tapasztalatok érték a közoktatásban, és miért kezdett épp ezen a területen kutatni, fejleszteni. Az életünk egyre inkább digitalizálódik. Egyre többet kockulunk. Buszon, villamoson, sétaközben, otthon, sőt, még a tanórákon is. Valljuk be, néha valóban egyszerűbb és kényelmesebb a telefonunkat bújni, mint a tanár, olykor valóban unalmas és száraz magyarázatot hallgatni. A 10 évesek kütyűfüggőségére sokan panaszkodnak, főképp a szülők és a tanárok. Ugyanakkor a digitális eszközöket a tanulás érdekében is fel lehetne használni. Erről a kérdéskörről értekezett a mindössze 19 éves informatikusnak készülő Mérő Bálint a TEDxYouth Budapest színpadán. Idén tavasszal érettségiztem, és idén kezdtem az egyetemet, jelenleg az ELTE-re járok, és nagyon izgalmas volt ilyen fiatalon jelentkezni a TED-re. Nagyon, nagyon izgalmas dolognak ígérkezett számomra, ha az a lehetőség, hogy több száz ember elé kiállhassak, és előadhassak valami TED-hez méltó, érdekes témával kapcsolatban. És valóban nagyon-nagyon élveztem a felkészülési időszakot. Körülbelül 2 hónapot készültünk az előadásra, és végül fantasztikus élmény volt kiállni a színpadra, és előadni azt a témát, amivel készültem. Egyre többen azt szajkozták, hogy az oktatást így meg úgy modernizálni kell. És ezen dolgozom én is. De mielőtt furán néznétek rám, elmondom, hogy ha a tanárok gyakran használnának ilyen digitális eszközöket, akkor mi diákok is sokkal jobban élveznénk egy-egy tanórát.
Persze egy digitális órára felkészülni sokkal több időt és energiát igényel a pedagógustól. Be kell gépelni az adatokat, diákat kell tervezni, filmeket, animációkat kell keresni. Az ehhez szükséges szoftverek legtöbbször bonyolult kezelőfelülettel rendelkeznek, így nemhogy könnyítik, sokkal inkább nehezítik az oktató munkáját. Éppen ezért Bálint másfél évvel ezelőtt úgy döntött, diákként siet a tanárok segítségére. Mindenképpen egy olyan alkalmazást szerettem volna készíteni, ami a tanárok mellett és nem helyett dolgozik. És pár évnyi gondolkodás után rájöttem, hogy ez a terület a dolgozatjavítás. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy míg nekünk diákoknak az utolsó csengővel véget ér a tanóra, hazaruhanunk, addig a tanárok beülnek a tanáriba és dolgoznak tovább. Márpedig ezt a munkafolyamatot fel lehetne gyorsítani. Mondjuk úgy, hogy a dolgozat kijavítja saját magát. Tavaly nyáron további 3 csapattársammal együtt belekezdtünk ennek a szoftvernek a megvalósításába. Másfél év után és számtalan leütött billentyű után idén szeptemberben elkészültünk ezzel a szoftverrel, ami a Redmenta nevet kapta. A Redmentával egyszerűen fel lehet tölteni a feladatokat a feladatlapokba, csak a gépelési időt vesz igénybe, a kezelőfelületen könnyű eligazodni, tehát gyorsan meg tudják velünk diákokkal osztani a feladatlapot, és a rendszer automatikusan kiértékeli. Ez ilyen egyszerű. Ezzel pedig egyszerre válna gyorsabbá a dolgozatjavítás, interaktívabbá a tanóra és gyakoribbá a tényleges vizsga előtt a próbateszt. Ki tudja, talán pár év múlva a közoktatás mindennapi résztvevője lesz az új feladatlapszerkesztő applikáció, a Redmenta. Legalábbis Bálintéknak ez a terve. Az elsődleges tervem jelenleg, hogy a Redmentát minél több tanár és diák számára elérhetővé tegyük, minél többen ismerjék meg ezeket a program által nyújtott lehetőségeket, illetve hogy a visszajelzéseikkel segítsék a fejlesztést. Szóval remélem, hogy a jövőben minél több tanár fedezi fel a modern eszközökben rejlő valódi lehetőségeket, hiszen dolgozatot javítani piros toll nélkül is lehet. A közelmúltban egy hazai verseny eredményeképpen 5 fiatal vállalkozás kapott lehetőséget arra, hogy részt vehessen Európa legrangosabb startup fesztiválján, az októberben megrendezett Pioneers Fesztiválon. A most következő bioinformatikai vállalkozás is elnyerte ezt a bizonyos lehetőséget. Ők a humán sejteken belüli gének és fehérjék által alkotott hálózatok kutatásában jeleskednek. Sikereik hozzájárulnak az onkológiai, szív- és érrendszeri vagy immunológiai betegségek korai felismeréséhez és a személyre szabott terápiák kifejlesztéséhez. Mostanában kezd egyre nyilvánvalóbbá válni az, hogy a hagyományos módszereinkkel, amilyen módszerekkel viszonylag kis esetszámot tudunk egyszerre vizsgálni, vagy nagyon kevés kapcsolatot, a mai komplex betegségek már nem annyira megfoghatóak. Az úgynevezett komplex betegségek, mint a kettes típusú cukorbetegség, vagy az Alzheimer-kór és főképp a daganatos betegségek nagyon nehezen megfoghatóak a kutatók számára, mintha újra és újra más-más formát öltenének. Ezt a hagyományos módszerekkel nem nagyon tudjuk vizsgálni, vagy csak nagyon nehezen. Ezen a ponton lép be a hálózatkutatás, illetve a hálózatkutatás módszerei és eredményei. Biológus, fizikus és villamosmérnök is tagja annak a kutatócsoportnak, melynek eredményei jelentősen felgyorsíthatják korunk legelterjedtebb súlyos betegségeinek kutatását. Az elmúlt 10 évben a hálózatkutatás áttörést okozott olyan területeken, mint a pénzügyi szektor, a szociális hálózatok, és egyre inkább az látszódik, hogy annak a nagy mennyiségű adatnak, amit a gyógyszeripar és a biológiai kutatások generálnak, áttörést fog okozni a gyógyszerfejlesztés területén is. A sejtekben a fehérjék és a gének egy olyan komplex hálózatot alkotnak, amelyekre ugyanazok a tulajdonságok jellemzőek, mint ezekre az életünk más területén tapasztalható hálózatokra, tehát vannak csomópontok, és köztük olyan komplex interakciók alakulnak ki,
amelyek meghatározzák a működésüket. Barabási Albert László kutatásai nyomán vált világossá, hogy a hálózatokra jellemző az úgynevezett skálafüggetlen tulajdonság. Tudományos publikációja a Nature című labban jelent meg. A lényeg, a hálózatok kialakulása nem véletlenszerű, léteznek jellemző törvényszerűségek. A bizonyítás eszköze pedig pont az internet, azon belül is az interneten kialakuló hálózatok voltak. Azok a hálózatok, amiket mi vizsgálunk, azok általában olyanok, hogy a hálózat minden pontja az egy adott sejtnek egyfajta fehérjéje. És minden sejtben van körülbelül 50 000 fehérje, és két fehérje között akkor van egy összeköttetés, ami a hálózatban összeköttetés, hogyha az a két fehérje fizikailag kapcsolódni tud egymással, és ezzel az abstrakcióval, vagy ezzel az egyszerűsítéssel viszonylag jól modellezhetőek a sejten belül lezajló folyamatok. Képzeljék csak el, adott egy biológiai hálózat, például egy sejt fehérjéi. Ennek nagyjából 20%-a ismert, ennyit tártak fel a kutatók. De a hálózatkutatás eredményei nyomán tudni lehet, hogy a hálózat egészen hogyan működik. Ez azt jelenti, hogy a hálózatokon belül kialakulnak olyan központi csomópontok, amelyek meghatározzák az egész hálózatnak a működését. Ez látszik a biológiai hálózatokban is, hogy vannak olyan csomópontok, amelyek sok-sok egyéb fehérjével és génnel kapcsolódnak össze, és ezeknek a szerepét feltárva, megértve ezeknek a csomópontoknak a működését, illetve a környezetükben lévő további fehérjéknek a csomópontra ható működését vagy interakcióját, előrébb juthatunk a biológiai folyamatok megértésében. Vegyünk egy konkrét példát. Egy daganatos hálózat látható a képernyőn. Az eljárással azt is szimulálni lehet, hogy egy adott terápiát alkalmazva milyen válaszok adódnak. Meg is lehet nézni az eredményeket, tehát vissza tudjuk nézni, hogy pontosan, hogyha alkalmazzuk a gyógyszert, akkor mi is történik a sejtben. És itt például az látszik, hogy ami nagyon-nagyon villog itt, ezek az apoptózis, tehát a programozott sejthalált jelzőpontok. Tehát valóban ez a gyógyszer, hogyha tudjuk alkalmazni ezt a gyógyszerkombinációt, akkor az a szimulációk alapján sikeresnek tűnik, és a daganatos sejtet el fogja pusztítani. Meg tudjuk nézni ugyanezt egészséges sejten is, hogy azzal mit csinál. Elindítottam a szimulációt, és gyakorlatilag itt egyet pislant alul a sejthalált jelző blokkban, de gyakorlatilag nyugalomban van. Vagyis egészséges sejt esetében nem következett be változás. A módszer jövőbeni alkalmazási lehetőségei igen sokat ígérnek. Jelenleg a fehérje-fehérje interakciós hálózatnak körülbelül a 20%-a ismert. A hálózatkutatási módszertannal viszont prediktálható az, hogy ez az egész hálózat hogyan működhet egy sejten belül. Ezáltal tudjuk azokat a komplex interakciókat szimulálni, és gyakorlatilag előrevetítjük azt, hogy hogyan működhet ez, és ez számítógépen modellezve valóban elérhető egy olyan mesterséges térkép, ami megmutatja azt, hogy molekuláris szinten milyen interakciók játszódnak le egy sejten belül, és melyek azok az interakciók, amelyek egy betegség előrehaladásához, egy sejten belül megjelenéséhez vezethetnek. A tudományos világban az egyik legjobban kutatott terület a gyógyszeriparral függ össze, hiszen a világ egyik legnagyobb üzlete a gyógyszergyártás. Egy új, unikális gyógyszer megjelenése horribilis nyereséget jelent. Nem véletlen tehát, hogy a biológiai hálózatok kutatásával számtalan cég foglalkozik. De az eredményeket nézve, a magyar kutatók nem állnak rosszul, és ezt az egyik legjelentősebb startup fesztiválon való részvételük is visszajelezte. Az elmúlt 7-8 év alatt kialakult az a disease on térkép, az a komplex betegség térkép, amely 299 komplex betegségnek az interakcióit vázolta fel, és ebből kiindulva egy jelentős, körülbelül 2-3 éves versenyelőnnyel rendelkezünk a többi akadémia és startup céghez képest.
Londonban már megszokott látvány a Gauss Wheel, ez az itthon is egyre népszerűbb kétkerekű magyar találmány, amely kicsit roller, kicsit gördeszka, kicsit bicikli. A különleges sporteszköz egy építész formatervező és egy ipari formatervező fiatalember közös gyermeke, amelyet Európában és az Egyesült Államokban, valamint Kínában is szabadalom véd. Egy nem mindennapi járgány rója az utakat, ami vagány, könnyen hajtható és kényelmes közlekedési alternatívát nyújt bárkinek. A kétkerekű csoda a bicikli és a roller pozitív tulajdonságait ötvözi. A kerékpárnak az előnye a nagy kerék átmérőből fakad. Ez az, ami miatt nagy sebességre lehet vele szert tenni, és ez az, amit mi szeretünk volna ötvözni a rollernek azzal a tulajdonságával, hogy egyébként ez könnyen hordozható. És nyilván a kerékpárt azt az utcán kell hagyni, hogyha az ember valahol leteszi. Ez is egy olyan momentum, hogy nem minden felhasználó tesz meg szívesen. És az egész alapkoncepció lényege ez volt, hogy legyen egy olyan eszköz, ami ugyanannyira hordozható, mint egy roller, ugyanolyan kis helyen elfér, járdán az emberek között ugyanúgy lehessen vele közlekedni, viszont az elérhető sebesség az közel azonos legyen, mint amit egy kerékpár tud. Az eszköz sík terepen 20-30 km/h utazó sebességgel halad. Dombon lefelé elérhető a 60 km/h sebesség is. Abban különbözik a rollertől meg a biciklitől, hogy bárhova el lehet vinni. Nem kell rá külön díjat, pótdíjat fizetni. Sokkal élvezetesebb használni egyet szerintem. Mindenki megcsodálja az utcán, mindenki megkérdezgeti, hogy micsoda, honnan származik, ki találta föl. Szerintem nagyon jó. A járgány ötlete magyar kéznek köszönhető. Az ötlet, az maga a koncepció, az nagyjából 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg. Két feltaláló, Göcsei András és Ungár Soma az, akik ezt kitalálták koncepcionálisan. Gyakorlatilag ez, amit itt látunk, ez már a sokadik termékgeneráció. 10 év alatt természetesen sok fejlesztési fázison átestünk. Nyilvánvalóan figyelni kellett a felhasználói visszajelzésekre is, és ezeket próbáltuk folyamatosan beépíteni. A közlekedési eszköz egy nagy kerékből áll, meg egy sokkal kisebbből. Mindkettő pneumatikus levegővel telt, és egy két kerékből álló, üvegszállal erősített nejlomból készült vász fogja össze, mely a nagyobb kerékre simul rá. Alapvetően a dizájn az előző verzió esetében az úgy nézett ki, hogy a kisebbik kerék, ami effektíve a kormányzást adja, az hátul helyezkedett el, és ez a nagy méretű biciklikerék ez volt elől. Gyakorlatilag a felhasználása az ugyanolyan volt, tehát menni ugyanúgy lehetett vele, de a felhasználói visszajelzésekre és egyéb technikai fejlesztések miatt úgy gondoltuk, hogy átrakjuk ezt a kisebbi kereket előre. Ezáltal a stabilitása megnőtt az eszköznek nagy méretben. Használata egyszerű, de érdemes szem előtt tartani néhány hasznos tanácsot. Arra kell figyelni, hogy a jobb lábamat, amit felteszek erre az eszközre, rá kell helyezni a testsúlyt, és úgy nem borulok se hátra, se előre. Minél előrébb kell tenni a lábat, ez is nagyon fontos, mert úgy hátra esik az ember, és a másik lábbal meg csak hajtani. Lényegében nem eshetek el, mivel előbb lépek le erről a dologról, mint hogy elesnék. Tehát nincs oda sehova oda rögzítve a lábamhoz, tehát hogyha esetleg ott van előttem egy bukkanó és rámegyek, akkor egyszerűen csak lelépek róla, és a jármű az annak mindegy, az eshet, semmi baja nem lesz, mert erős anyagból van, és az a lényeg, hogy nekem ne essen bajom. Az eszköz működését egy hét alatt biztonsággal elsajátíthatjuk, de volt, akinek ez rövidebb idő alatt sikerült. Másfél óra alatt, két óra alatt meg lehet tanulni vele rendesen menni, utána még trükköket is lehet tanulni, aki szeretne ugratgatni vele, patkára fölmenni, úgyhogy nem fogjuk meg a fogantyúját. Legelőször nekem nehéz volt, kicsit bizonytalan, tehát nagyon fura ráállni és hajtani. Ilyen 2-3 nap alatt ki lehet sajátítani, tehát lehet menni rendesen. A találmány olyan akár egy sporteszköz. Használata nagyon hasonlít a síelésre. Úgy kell egyensúlyozni és fordulni vele, mint a síléccel. Egy minimális sebességet elérve, vázának két oldali talpain állva egyenesen vagy cikcakban tudunk haladni. Másik fejlesztésünk az pedig egy hidraulikus tárcsafékrendszer, aminek itt láthatjuk a beúzó karját. Ez gyakorlatilag arra kell, hogyha valaki domboldalon lefelé megy az eszközzel, akkor értelemszerűen ott már kell valamiféle fékezőerő. Ezt a tárcsaféket úgy kell elképzelni, mint bármelyik hagyományos kerékpár tárcsafék, ugyanazon az elven működik. Abszolút az alkatrészek is csereszavatosak ilyen téren. Itt van egy zár, amit egyetlen mozdulattal lehet kibeoldani, és gyakorlatilag a fékrendszer ebbe van benne.
És itt látható egy egyszerű kábelezés, ami ugyanúgy a fékrendszernek a része, mint bármilyen más kerékpár esetében. Ezt teljesen ki lehet húzni, és ezáltal gyakorlatilag menet közben egyenes testtartással ezt a kezébe fogja a felhasználó, és ezen a karnak a behúzásával tudja fékezni a rendszert. A terméket szakmai fórumokon, különböző kiállításokon is népszerűsítik, továbbfejlesztését pedig célul tűzték ki. A világ több országában van most már olyan csapatunk, akik ezt professzionálisan használják és képesek ennek a szakszerű bemutatására. A gyártástechnikai okok miatt és az egyedi dizájn kivitelezése szempontjából a továbbfejlesztés folytatódik Kínában. Remélem élvezték ezt a röpke fél órát velünk, és jövő héten újra találkozunk. Adásainkat természetesen addig is visszanézhetik a Duna TV videótárában, a www.novumtv.hu felületen vagy a Facebook oldalunkon megosztott linkeken. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az infokukac.novumtv.hu-ra. Én mára búcsúzom, szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A műsor az új Széchenyi terv keretében a magyar kormány támogatásával, a kutatás és technológiai innovációs alapfinanszírozásával valósul meg.